és következő vége, Mihály Péter egészségügyi közgazdász. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt. Szóval Szép, hogy elfogadta a meghívásunkat, Mihály úr. Ugye itt a felvezetésben néhány perccel ezelőtt említettük Krisztinával azt, hogy majd beszélgetni fogunk arról, hogy soha nem látott mértékben és méretben lett hiány a TB kasszában. Ugye ez a társadalombiztosítás, meg a nyugdíj hogyha az ember összesíti, akkor ez a teljes hiány, ami egy bődületesen nagy szám, de ezt megengedem önnek, hogy ön mondja ki, ez mekkora mértékű? Ez most azt hiszem 300 milliárd forint körül van, Annyi. de ennek a dolognak őszintén szóval semmi jelentősége nincs. Komolyan? Az egész Akkor maga, nincs is miről beszélnünk? Hát erről a témáról sokat nem érdemes beszélni. A, a társadalombiztosítás már nagyon-nagyon régen 50 ban a költségvetés fizeti, hogy ezt most előre beteszik, vagy utólag teszik bennek semmi jelentősége. Egy elszámolási statisztikáról van alapvetően Így van, szó. így van, mindegy a társadalombiztosítás már rég nem társadalombiztosítás, már rég nem a járulékból fizetjük, az egésznek semmi jelentősége nincs. Magyarán szólva, ön most azt mondja, hogy az összes dolgozó, aki Magyarországon munkavállaló dolgozik, fizetik utána a TB-t, vagy ő fizeti a TB-t, az bemegy ebbe a kasszába, de ez messze nem elegendő ahhoz, hogy utána ebből finanszírozzák akár az egészségügyet, és ezt minden évben az állam így van. És hogy ezt előre teszi be, január 1 betervezi, vagy december 31-én utólag kifizeti az árszám, semmi jelentő. Na jó, de azért mi meg azt olvastuk ebben a statisztikában, még mielőtt mindenki azt gondolná, hogy most mit el akarjuk bagatelizálni ezt a helyzetet, hogy ennek a másik részét viszont pont a nyugdíjkassa teszi ki, emeli meg ezt az összeget. Ugyanerről van, Ugyanerről szó. van szó. Ott is, ott is a nyugdíjakassa az, az elmúlt 15-20 éve nagyjából úgy működött, hogy előre megbecsülte a költséget, és hogy mennyi lesz a hiány, és előre betette a pénzt. Most nem tette be előre, utólag teszi be. Ez tényleg játék a számokkal, semmi jelentősége nincs. És hogyha az ember mégis ezt egy kicsit alaposabban megnézi, hogy mégis azért 300 milliárd forint, a legtöbb embernek azért úgy sok, nem? Tehát, hogy ezt úgy nehezen tudjuk... Ez felfoghatatlanul nagy összeg, de teljesen mindegy, hogy 300 vagy 500 milliárd, mind a kettő felfoghatatlanul. Jó, de hogyha mégis annak Jó. szeretne az ember utána nézni, amit ugye a szava, megint most megszellőztetett, hogy soha nem volt ekkora mértékű a, a, TB kasszának a hiánya, akkor a nyugdíj például az lehet, vagy a nyugdíj kassza hiánya lehet abból, hogy a kormány tavaly ugye nyugdíj kiegészítés, nyugdíj fizetett ki, és ez mindig megdobja nyilván egy kasszának a hiányát. Természetesen a, a kassza hiánya abból van, hogy sok pénzt adnak ki, többet, mint terveztek. De ennek tényleg nincs jelentősége. Az embereknek az életére van ez hatással Nincs. egyébként, hogy egy TB-kassa? Semmi. Látja ebben most téved? Miért? Azért, mert mi pont azt olvastuk az elmúlt időszakban, de hát ön is yeah. olvasta ezt a hírt, hogy van egy ilyen kormányzati szándék, hogy aki nem fizeti mondjuk a TB-jét megfelelően, vagy több havi tartozása halmozódik fel a jövőben, annak majd nem látják el az egészségügyben a, a dolgait, tehát az ellátá ellátásban nem részes. Ez, ez, a buta beszéd egyik példája, sok ilyen van, azt is elhangzott, hogy a kórházakat ki kell festeni először, aztán ez lekerült a napi rendőr, mert butaság. Ez ugyanilyen butaság, nem fog ez a törvény június el július De honnan tudja? Mert megvalósíthatatlan. És olyan, olyan feszültséget generálna az egészségügyben, hogy tudnék a a patikában vagy a kórházban kellene az emberektől pénzt követelni, valamilyen bizonytalan elszámolás alapján. Ezekből nem lesz semmi. Ezt nyugodtan elfelejthetjük, a kormány el is fogja felejteni. A, ugye, amikor ez a hír legelőször napvilágot látott, akkor ezt mindjárt cáfolták is. Így van. Hogy ilyen, ilyen helyzeten, de akkor ez most ön például megerősíti, hogy ez garantáltan ez és tudjira ez, ez nem valósítható, nem. vagy nem valósítják meg. Nem, biztosan nem fogja Megvalósítható lenne, de nem valósítják így van, meg. Így van, így van. Ha már ezt szóba hozta Mihály úr van bárhol a világon, vagy akár ne is menjünk most annyira messzire, de mondjuk az Európai Unió országaiban olyan TB törvény, egészségbiztosítási törvény, hogy ahol az ember mondjuk ő nem önhibáján kívül, hanem önhibájából adódóan mondjuk nem akar dolgozni, nem fizeti a társadalom biztosítását, akkor őt mondjuk nem látják el az egészségügyi rendszerben. Igen, ilyen törvény van, ilyen. van a szomszédos Ausztriában is, ha valaki elmegy egy orvoshoz, megnézik a nem tajkártyának kíván, de valami hasonlónak, és hogyha nincs rendben, akkor nem látják el. Ez, ez mindenütt így van, csak Ausztriában valódi biztosítás van. Az mit jelent, hogy ez ott jelenti, valódi biztosítás? Az hát az emberek... nálunk is az van? Nem, nálunk nincs. Miért az, hogy fizetjük a, a munkabérünk az, az után a TB-t? Az, az nem valódi? Az, nem, az adó módjára van beszedve, az alaptörvényből kikerült a társadalombiztosítás 2010-ben, 2011-ben, tehát nem tegnap. Magyarországon nincs társadalombiztosítás, ezt nagyon sok csatornán, nagyon sok műsorban elmondtam. Adóból finanszírozzák a magyar egészségügyet, adóból finanszírozzák a nyugdíjat. Semmilyen e e e ezért nincs jelentősége, hogy az állam melyik kasszából, a költségvetés nevű kasszából fizet. Hogy a társadalombiztosítás nevű kasszából ennek semmi jelentősége Tehát nincs. Tehát, hogyha más kasszában menne a mi TB Igen, pénzünk, lenne jelentőség. akkor lenne jelentősége. Akkor lenne jelentősége, mint hogy Ausztriában van. Így van persze. Hadd tegyek fel egy olyan kérdést, nem akarunk ezzel senkit megbántani, megsérteni, hiszen senkinek sem ismerhetjük pontosan az életét, státuszát, hátterét, pillanatnyi élethelyzetét. Igen. De ugye gyakorta mondják azt, idézőjelbe, erős idézőjelbe teszem én is, ez az úgynevezett potyautasok, ugye, akik nem fizetik a TB-t. Akik megfizetik, talán joggal teszik fel ezt a kérdést, hogy bocsánat, hát miért fizetnék én más helyet, tb Miért szednének be tőlem többet mondjuk, mert így döntenek a pénzügyminisztérium, hogy csökken a bevétel, azért mert valakik nem fizet? Azért, mert ez évtizedek óta így működik, és az embereket ez nem érdekli valójában. Csak mondanám, a rendszerváltás előtt egész iparágak nem fizettek társadalombiztosítási járulékot, egész iparágak, anélkül, hogy megkérdezték volna az ott napjainkban például a három gyerekes anyukák sem fizetnek, például a közmunkán levők sem fizetnek, ennek az egésznek ma már semmi jelentősége nincsen. Költségvetésből kell finanszírozni, és ki is fizeti a nyugdíjakat minden hónapban a magyar állam. Már, már csak egy kérdésem lenne, Mihály úr. Tegnap itt volt nálunk Dávid Ferenc, és azt mondta, hogy éves szinten körülbelül, hát, hogyha jól emlékszem, körülbelül 40 ezer munkavállalóval kevesebb áll munkába Magyarországon, mert mondjuk mennek külföldre, csökken a népesség, stb. stb. Azt is tudjuk, hogy az embereknek, ugye, amit ön is mond, hogy a TB befizetése, a társadalombiztosítási befizetése, a nyugdíj befizetése, ez nem elegendő, ebből nem lehet finanszírozni. Ha ezt minden összead az ember, hogy miért, miért csökken, mennyivel csökken, mennyi emberre fizet kevesebbet éves szinten, akkor ennek a vége mi? Mindig lesz az államnak természetesen annyi pénz pénze az Mi a kormánynak. Annyi pénz nyom az állam, amennyit akar. Uh -huh. Ez nem az, amiről Dávid Ferenc beszél, ha jól értem, hogy effektíve emberek nem dolgoznak, annak, mert külföldre mennek, vagy mert nem találnak munkát, az egy súlyos kérdés, az, az valóság. A többi játék a számokkal. Teljesen mindegy, hogy áfából, amit a boltban kifizetünk, és soha ennyi áfát nem fizetett a magyar társadalom, mint éppen az előző évben. Hogy ezt most áfából fizetik, vagy tbr ból ezzel tényleg nem érdemes foglalkozni. Ez csak arra való, hogy az embereket elbutítsa. Köszönöm szépen, hogy itt volt.